Városi Művészeti Múzeum 5. olyan projektje ez Európai Uniós forrásból, ami sikerrel jár, és itt olyan programok megvalósítására kerül sor, amelyre 12 intézményt sikerült bevonniuk. Simon Robert Balázs alpolgármester köszöntötte elsőként a Városi Művészeti Múzeum projektnyitó rendezvényének megjelent vendégeit, elsősorban a gyárvárosi iskola diákjait, ők ugyanis azok, akik további 11 oktatási intézmény bevonásával résztvevői lesznek a program keretében megvalósuló, mintegy 376 foglalkozásnak. A cél, hogy a kicsik is szeressenek múzeumba járni, és ezáltal folyamatosan nőjön, akár 3000 fővel is a magyar ispita most még csak 5000 fős látogató száma. Azért különösen fontos ez számunkra, mivel ez egy önrész nélküli Európai Uniós pályázat, és 28 millió forintos támogatással az iskolán kívüli oktatásba kapcsolódva széles körben győri, illetve Győr környéki iskolák, diákok, illetve óvodák látogathatják ezt a projektet. Az uniós projektben hátrányos helyzetű gyerekek is részt vesznek, sőt nem csak győri, hanem távolabbi kis településeken tanuló diákoknak is lehetőségük lesz felkeresni a foglalkozásokat. Egy gyönyörű szép késő reneszánsz épületben állunk éppen, ami egy nagyon-nagyon szép, főként iparművészeti tárgyakból álló gyűjteménynek ad otthont. Hát ehhez kapcsolódva a reneszánsz és a barokk kor a fő témája a foglalkozásoknak, és mivel iparművészet, ezért főként kerámia, zománc, üveg, fa anyagokkal fognak dolgozni a gyerekek. A keddi projektnyitón Grászli Bernadett a múzeum ismert tárgyaiból is megmutatott néhányat a piciknek, így ezt a bronzból készült mécsest is. A fejlesztő játékok mellett ugyanis a jövőben 12 műtárgyat is kezükbe foghatnak majd a fiatalok, így ismerkedve a múlt kulturális lenyomataival, értékeivel.